Az ördög három arany. Hajdanában, réges-régen, egy szegény asszonynak fiacskája született. Megjósolták róla, amint 14 esztendős lesz, elveszi a királylányát feleségül. Nem sokkal ezután ellátogatott a király ebbe a faluba. Mivel álruhában volt, így a szegény asszonynak nem jutott eszébe a gyermekének jósolt jövő. De bezzeg, tudta ezt a király, és mivel komisz ember volt, elment a szülőkhöz, hogy megvegye a szerencse gyereket. Azok aztán addig tétováztak, amíg azt gondolták, hogy a kisgyereknek biztos javára válik, ha a vándor magához veszi, ők pedig a sok pénzt el tudják használni. Jó emberek, szerencsétek, hogy nekem adtátok fiatokat. Gondját viselem én, hogy senkinek sem különben. Isten áldjon benneteket! Na, még időben megszabadítottam tőled a lányomat, te kis hivatlan kérő. Itt van ez a kis ládikó, ebbe beleteszlek, aztán a folyó majd megoldja sorsodat. A ládikót azonban jó asztalos készítette. Egy csepp nem sok, annyi víz sem szivárgott bele. A folyó árja meg úgy sodorta, hogy az éppen egy malom gátján akadt fenn. A molnár legény talált rá, azt hitte kincs van a ládikóban. Mikor a fedelét felnyitotta, és látta, hogy egy eleven csecsemő fekszik benne, szaladt vele a mesteréhez. Mivel azoknak nem volt gyermekük, magukhoz vették, s felnevelték. Évek múltán, hogy a király megint vándornak öltözve látogatta az országát, egy hirtelen zivatar éppen a malomnál érte utód. Micsoda cudaridő! Mióta a világ nem látott még ilyen záport! Kerüljön beljebb, jó ember! Tegye magát kényelembe! Hé, te fiú! Hozzál csak ennek a szegény vándornak száraz ruhát és lábbelit! Tiétek ez a derék fiú, te Molnár? Miénk, de nem édes gyermekünk, hanem talált. Úgy hozta ide a víz egy ládikóban, éppen 14 esztendeje. Igazán? Derék dolog, hogy fölneveltétek. Na, a víz kivethetett, de azért mégsem szabadulsz meg tőlem. Ha nem figyeljetek csak, jó emberek, nem vihetne el ez a fiú egy levelet a palotába a királynéna? Nem kívánom ingyen, 2 aranyat adnék neki érte. Ahogy parancsolod, nagy jó uram. Hé, te fiú, készülődjél gyorsan, mert fontos levelet viszel a királyi palotába. Iparkodj, fiú, amíg elkészülsz az útra, én is megírom a levelet. Remélem nem ázott el a papír az úton. Na, hová is tettem? Aha. Ahogy a fiú megérkezik a levéllel, tüstént fogasd el, kedves feleségem, ölesd meg, temettesd el, hogy híre borra se legyen, mire hazaérek. No, fiú, készen vagy-e? Ahogy parancsolja, uram. Akkor indulhatsz, de jól vigyázz, fontos üzenetet viszel a királynénak. Cseppe, cse félcsen, odaérek vele hiba nélkül. A legényke fürgén indult a levéllel, de mert már alkonyodott, és az út sűrű erdőn vitt keresztül, hamar eltévedt. A fák között bolyongott egy ideig, aztán pislákoló fényt vett észre. Arra felé tartott, és nem sokára rábukkant egy kis házra. Csak amikor belépett, vette észre, hogy az a rablók tanyája. De mivel nagyon megéhezett, a talált ételt italt megette, aztán, hogy jól lakott, a fáradtságtól már az se bánta, mi történik vele. Mivel álmos is volt, végigvetette magát a patkán, és elaludt. Csak hamar megjöttek a rablók, dühösen nézték, kiféle, miféle ember hever ott. Nézték, erre-arra forgatták a fiút, ebből semmit sem vett észre. Azt sem, hogy a haramiák megtalálták a levelet. Amikor a banda vezér elolvasta, széttépte
és másikat írt helyette. Pitymallatra a rablók már messze jártak. A mi legényünk meg folytatta útját a palotába. Nem tudta, mi áll a levélben, de azt sem, hogy a rabló vezér kicserélte, és az ellenkezőjét írta. Azt adta oda a királynénak. A királyné meg úgy tett mindent, amint a levélben volt. Vagyis hozzáad Pencse gyerekhez. Nem sokkal ezután hazatért a király a palotába, és látta, betelt a jóslat, akármit is tett ellene. Azonnal magához hívatta a fiút. Mit műveltél te az én levelemmel? Én ugyan semmit. Már pedig valótlant mondasz, mert én nem ezt írtam. Ki cserélte el a levelemet? Arról én semmit sem tudok. Apám, talán útközben a haramiák üztek valamit réfát véle, amíg a tanyájukon aludt. Az bizony könnyen meg lehet, mert... Haramiák? Mit beszéltek? Hogyan kerültél te össze azokkal? Úgy, felséges királyom, hogy amikor elindultam a levéllel a malomból, és a sűrű erdőbe értem, eltévedtem, meg rám is esteledett. Azután... Nagy hűtlenség ez, hogy nem vigyáztál eléggé az én levelemre. Ezért büntetés jár. Meg különben is. Aki az én uram akar lenni, annak el kell hoznia a pokolból az ördög 3 arany hajszálát. Megértetted? Helyesen szóltál, lányom. Tehát értetted? Hogy ne érteném? Tudjátok hát meg, az ördögtől én nem félek. A 3 arany hajszálat elhozom. Azzal elköszönt, és útnak indult. Ment szaporán, még idő múlva egy nagyvároshoz érkezett. A kapuban az őr kikérdezte, mit tud, miféle mesterséghez ért. Értek én mindenhez. No, akkor segíthetsz rajtunk. Van a városnak egy kutya. Hajdan bor folyott belőle, ma meg még víz sem. Megmondhatnád, hogy miért tapadt ki? Majd megtudjátok, csak várjatok, míg visszajövök. Vidáman érkezett el a következő városhoz. Ott is őr állta útját. Ó, állj csak meg, te fiú! Mit tudsz te? Mihez értesz? Ha, értek én mindenhez. No, akkor segíthetsz rajtunk. Van a városunknak egy fája, hajdan aranyalma termet rajta, most meg levelet sem hajt. Mondd meg, miért nem? Majd megtudjátok, csak várjatok, míg visszajövök. Így érkezett el a 3. város széléhez. Hé, te révész! Átvinnél-e a folyón? Előbb azt mondd meg, mit tudsz? Mihez értesz? Értek én mindenhez. No, akkor gyere a csónakba, és mondd meg nekem, miért kell örökké ide-oda eveznem? Miért nem vált fel soha senki? Majd megtudod, csak várj, amíg visszajövök. A révész átvitte a túlsó partra. Hát ott egy égtelen kormos lyuk tátongott. Az volt a pokol bejárata. A mi legényünk nem sokat teketóriázott, fogta magát, bement. Az ördög éppen úton járt valahol, nem volt otthon, csak az öreg anyja. Nagy karos székében csodálkozva tekintett a váratlan vendégre. Te mit keresel itt, ahol a madár se jár? Szeretnék 3 aranyhajszálat az ördög fejéről. Különben nem tarthatom meg a feleségemet, a szépséges király kisasszony. Ez nagy dolog, de az sem kisebb, amit kérsz. Tudod-e, hogy az ördög hazajön és itt talál, nyomban kitekeri a nyakadat? Tudom, tudom, de hát mit tehetek? A boldogságom függ ettől. Nem venném a szívemre, ha baj érne itt nálunk. Lássuk, mit tehetek érted. Hát csak.
most aztán gyorsan bújj be a szoknyám ráncába. Ott biztonságban vagy. Volnám még három kérdésem is. Miféle kérdések? Hadd halljam! Az első, miért tapadt el a kút, amelyikből azelőtt bor folyt? Most meg vizet sem áll. A második, miért száradt ki a fa, amelyik azelőtt aranyalmát termett? Most meg levelet sem hajt. A harmadik, miért kell a révésznek örökösen ide-oda eveznie? Miért nem váltja fel őt soha senki? Nehéz kérdés mind a három, de csak maradj vesztek. És jól figyeld, mit mond az unokám, amikor a három aranyhajszálát kitépem. Vigyázz, már jön is. Nem tiszta a levegő. Emberszagot érzek, de ha itt találom át, jaj, leszék annyi bizonyos. Szégyelled magad! Most takarítottam, raktam rendet, már is tővel heggyel összeállsz itt mindent. Örökösen emberszagot szivatolsz. Inkább ülj le. Lásd neki a vacsorádnak. Jól van, na jól, csak közben vakargass egy kicsit. Kicsit följebb is. Ne úgy, ne olyan. Tudom egy aranyhajszál! Jaj! Mi történt? Rosszat álmodtam, és ilyettemben a hajadba kapaszkodtam. Egy kútot láttam, melyben régen bor folyt. Most meg vizet sem állt. Ugyan miért? Ha azok az ostoba emberek tudnák. Egy varangyul a kútban egy kő alatt. Azt megöllik a kútból újra borfajni. Lealudjunk már. Vakargasd egy kicsit az üstökömet. Itt van a második aranyhajszál is. Mit csinálsz? Nem ez zokon, kis unokám. Csak álmomban kapaszkodtam beléd. Mit álmodtál már megint? Azt, hogy egy országban áll egy almafa, mely régen aranyalmát termett. Most meg még levelet sem hajt. Agyam miért? Ha tudnák. A fa gyökerét egy egér rágja. Azt megölik, megint aranyalmát. De ha az egér tovább rágja, elszárad végképe. Hanem most már aztán, hogy békén az álmaitől, ha még egyszer fölzavarsz. Nem tudom, mit teszek. Ahogy bántlak, a világért se háborgatlak, csak aludj szépen. Majd addig vakargatom az Isten kezet. Az jó. Az nagyon jó lesz. Megvan a harmadik aranyhajszál is. Mi ez? Mi ez? Ki tehet arról, amit álmában vét, aludj csak tovább. De hogy alszok, amíg el nem mondod, mit álmodtál. Panaszkodott, hogy örökké ide-oda kell eveznie, nem váltja fel soha senki. Ugyan miért? A tök filkó, ha jön valaki és át akar kelni, nyomja a kezébe a lapátot és mondja neki, húzd magad, ha akarod. Ezzel aztán le is tette örökre az evezés gondját. Most már, hogy megvolt a három aranyhajszál is, meg a három felelet is, az öreg anyja békén hagyta aludni az ördögöt. Mikor aztán reggel megint elhordta magát, a vénasszony előzette a hangyát a szoknyaráncából, és visszavarázsolta. A fiú megköszönte a három aranyhajszálat, meg a válaszokat, és útnak indult. Hazafelé mindenütt elmondta a feltett kérdésre kapott választ.
Meg is ajándékozták érte. A révésztől is, meg a két városi őrtől is egy-egy szamarat kapott, megrakva pénzzel teli kosarakkal. Odahaza elmesélte feleségének Töviről hegyire, hogy hol járt, merre járt, milyen szerencsével. Az asszony tiszta szívből örült a viszontlátásnak. Aztán együtt mentek a királyhoz. Odaadták az ördög 3 aranyhajszálát. Amikor a király meglátta a szamarakat a tenger sok arannyal, egyszeriben jó kedvre derült, csupa szíves nyájasság lett. Minden feltételt teljesítettél, tartsd meg hát a lányomat. De mondd csak, kedves bűm, hol szerezted ezt a rengeteg aranyat? Nagy kincs ez. Egy folyón túlról hoztam. Átkeltem a vizen, annak a túlsó partja homok helyett arannyal van terítve. Én is hozhatnék belőle? Amennyit csak akar. Van ott egy révész, vitesse át vele magát. Oda át, aztán megtömheti a zsákokat. A kabzsi király tüstént útra kelt. Odaért a folyóhoz, és intett a révésznek, hogy vigye át. Mikor átértek a túlsó partra, a révész kiugrott és elszaladt olyan messzire, hogy a király még a nyomát sem találta. Azóta révészkedik ott a király büntetésből a gonoszságáért. És remélem, senki nem lesz olyan bolond közületek, hogy kivegye az evezőt a kezéből.